Köszöntöm a nézőket! Önök közéleti magazinunkat, a Központot látják. Tartsanak velünk! Leköszönő képviselők utolsó döntések Pécsen. Létszámot növelnek a polgármesteri hivatalban. Ösztöndíj program. 78 indonész hallgató a Pécsi Tudományegyetemen az őszi szemeszterben. Kirabolták, megalázták a hajléktalant. Súlyos büntetésre számíthatnak az elkövetők. Tanszert osztott a Vörös Kereszt. Nemrég gyűjtött iskolaszereket most hátrányos helyzetű családok kapták. Jubileumi Rotary sárkányhajó verseny Orfűn. Jótékonysági célra fordítják a bevételt. Utolsó döntéseit hozta meg a Pécsi Közgyűlés jelenlegi összetételében kedden. Ennek ellenére olyan létszámbővítést fogadott el a baloldali többség a polgármesteri hivatalban, ami a lejáró cikluson túl is hatással lesz az önkormányzatra a polgári oldal szerint. A mostani városvezetők azt mondják, szakmai indokai vannak az új munkatársak alkalmazásának. A polgármester köszöni meg munkájukat és ad búcsú ajándékot a leköszönő képviselőknek a pécsi közgyűlésben. Az ő szavazatukra is szükség volt a baloldalon szeptember 17-én, hogy a polgármesteri hivatal létszámbővítését átvigyék az utolsó testületi ülésen. A létszámbővítésre szükség van, mondta az alpolgármester. Körülbelül 30 főről beszélünk, a vitatott létszám talán 6 fő, 24 esetben semmilyen vita nem áll fönn. Ugye az azt jelenti, hogy sem a hagyatéki ügyek, sem a lakásügyek, sem a klímavédelmi osztály. Ugye a klímavédelmi osztály miért fontos? Mert jövőbeni uniós közvetlen pályázatok előkészítésébe sokkal nagyobb fokozatba kell kapcsolni. A kommunikációs központ kapcsán van egy régi vita. Tehát ebben az a kérdés most, hogy melyik oldalról akarom nézni. Egyrészt az, hogy a kommunikációs központnál addig az volt a vita, hogy sokba kerül. Csak a nyomdaköltség évente 100 millió forint volt, ebből lehet faragni az átszervezéssel úgy, hogy a hivatalhoz kerülnek a városi sajtókiadványok, véli az alpolgármester. A kommunikációs osztály fő feladata a turizmus erősítése lesz Ruzsa Csaba szerint. A polgári oldalon attól tartanak, hogy a baloldali propagandalap munkatársai és a városvezetéshez köthető emberek kerülnek be a döntéssel a polgármesteri hivatal munkatársai közé, ezt tették szóvá az ülésen. Ez a szándék kizárható lenne, akkor nem most még a mostani többséggel kívánta volna a polgármesterről megszavaztatni. Ezt a személyi változások tömkeregét tartom az előterjesztésre, hanem azt mondta volna, hogy van egy ilyen javaslatom, beviszem az új közgyűlés elé, meg leegyeztetem az ottani képviselőkkel, pécsiek ezt várták tőlem, kezdjük el a munkát együtt. Ehhez képest még itt az utolsó pillanatban átszusszakolni egy ilyen jelentős előterjesztést, ennek nem lehet más az üzenete, mint valamiféle hatalmi átmentés és a választói akaratnak a megerőszakolása. Ez lehet a háttér. Csizmadia Péter kérte a napirend elnapolását, de ezt leszavazták balról. A Tiszta Kezek frakcióvezetője is ugyanezt kérte, de ő sem járt sikerrel. Nagyon hamar ki fog derülni, hogy tulajdonképpen trójai falovak-e ezek a státuszok. És kíváncsi vagyok arra a szakmai minőségre, amivel majd megtöltik ezeket a pozíciókat. Én biztos, hogy partner leszek abban, hogy a szakmai frissülés, vagy az újító, kreatív gondolatok azok hangsúlyosabbá váljanak, és az viszont valóban egy komoly félelem, hogyha mégis azt tapasztaljuk, hogy ide nem szakmai alapon kerülnek be ezekbe a státuszokba az emberek, hogy akkor így tudjuk őket lecserélni. Ebben én azt gondolom, hogy kell egy kis bátorság, meg egy komoly elhatározás. Végül az új közgyűlés munkába lépése előtt 2 héttel a városvezetői oldal régi képviselőivel megszavazták a létszámbővítést a polgármesteri hivatalban. Ez idén 47 millió forint, jövő évre pedig 290 millió forint többletkiadást jelent a pécsi önkormányzatnak. 78 ösztöndíjas indonész hallgató tölti az őszi szemesztert a Pécsi Tudományegyetemen. Ez annak köszönhető, hogy az egyetem ismét elnyerte a részvételt az indonész kormányzati ösztöndíjprogramban. Ezen kívül egyedüli magyar intézményként fogad hallgatókat mindkét programváltozatban. A nyitó ünnepségen köszöntötték az indonész hallgatókat. Evita Prameswara, indonéz ösztöndíjas hallgató elmondta, az egyetemükön hallott a PTE programjáról, megtetszett neki, és ezért döntött úgy, hogy megpályázza az ösztöndíjprogramot, és ha sikerül, akkor a Pécsi Egyetemen folytathatja tanulmányait.
Két éves nagyon komoly felvételi folyamat révén sikerült bekerülnöm a kiválósági programba. Különböző teszteket kellett megoldani, például egy angol nyelvű tesztfelmérőt, adminisztrációs feladatokat kellett elvégezni. Idén márciusban derült ki, hogy megnyertem az ösztöndíj programot. Indonéziában angol nyelvet tanulok és fordítással foglalkozom, illetve humán szervezés a munkaterületem. Az itt tanuló indonéz hallgatók a jövő vezetői lesznek, mint egy hidat alkotnak a két ország között az elkövetkező időszakban. Magyarország iránt való érdeklődés versenyképességünket fokozza, mondta Karsai Lilla, Magyarország indonéziai nagykövete. Remélhetően aktívan fognak dolgozni azért, hogy a két ország között mind a gazdasági, vagy akár kulturális és társadalmi együttműködések is minél versenyképesebbek és élettelibbek legyenek. Úgyhogy szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy Indonézia, mint a dél-kelet-ázsiai régió egyik legnagyobb gazdasága, és láthatóan egyre inkább a világ, a geopolitikai szintérnek egy nagyon fontos eleme, érdeklődik Magyarország iránt, egy Európai Uniós ország iránt, és ez tesz minket is versenyképessé a jövőben. Ezek az indonéz diákok nagyon bátrak, hogy ide eljöttek, és mindenképpen szeretném őket arra buzdítani, hogy a jövőben is használják ezt a tudást, ne csak azt, amit felvesznek akadémiai jelleggel, hanem a két ország között a kulturális olyan együttműködéseket is próbálják meg fellendíteni majd, ami a jövőben mindenki számára majd hozadékkal bír. Az egyetem a nemzetközi esítésre nagyon sok energiát áldozott. Ezt a lehetőséget 2021-től az indonéz kormány is felismerte, ugyanis a Szegedi Egyetem mellett a PTE az, amelyik fogadhat indonéz hallgatókat, közölte Betlem József rektor helyettes. Ott az idejében valóban 78 hallgatót, ez egy, azt lehet mondani, egy világszinten is egy komoly jegyzett szám az indonéz kormány programot illetően, és ennek keretében indonéz hallgatók a mai naptól egy teljes szemesztert fognak eltölteni a Pécsi Tudományi Egyetemen. Részben úgynevezett undergraduális képzési program keretében, részben pedig egy szakképzési program keretében, ezáltal involválva az egyetemnek nagyjából 5 karát. A professzor hozzátette, a több éves kapcsolat során arra törekednek, hogy a PT-t külföldön is jobban megismerjék, ezen kívül nem csak az ösztöndíjas, hanem a programon kívüli hallgatók is bejöhessenek a Pécsi Egyetemre. Úgy gondoljuk, hogy az a szakmai programcsomag, amit sikerült a kollégáimnak itt összerakni, ez részben közösséggel kapcsolatos, kommunikációval, vezetéssel kapcsolatos programelemeket tartalmaz, olyan fajta kínálatot biztosít, amellyel a nemzetközi munkaerőpiacon is meg lehet állni a helyüket az ösztöndíj programban résztvevőknek, illetve van egy nagyon érdekes komponense is ennek a programcsomagnak, a már említett szakképzés keretein belül, hogy konkrétan gyakorlati képzésben fognak részt venni, különös tekintettel az egészségtudományi karra érkező hallgatók, ahol a sporttal kapcsolatosan vesznek részt, kapcsolódnak be a Rádh Géber Akadémiának a tevékenységébe. Az indonéz hallgatók 27 indonéz egyetemről érkeztek, és töltik az őszi szemesztert a Pécsi Tudományegyetemen. Ez annak köszönhető, hogy az egyetem ismét elnyerte a részvételt az indonéz kormányzati ösztöndíj programban. Ezen kívül egyedüli magyar intézményként fogad hallgatókat mindkét program változatban. A nyitó ünnepségen köszöntötték az indonéz hallgatókat a dr. Halasi Nagy József aulában Pécsen. Megkezdődött annak a két vádlottnak a tárgyalása, akik kiraboltak, bántalmaztak és megaláztak egy hajléktalan férfit a pécsi belvárosban. A 18 és 26 éves elkövetők szerdán álltak a bíróság elé, tettükért komoly büntetést szabhatnak ki. Itt a pécsi Citrom utcában rabolt ki és alázott meg egy hajléktalant két fiatal még idén januárban a vádirat szerint. Ügyükben szerdán kezdődött a bírósági tárgyalás. A 18 és 26 éves elkövetők a várfal tövében egy padon alvó férfit hajnalban látták meg. Úgy gondolták, hogy elveszik a pénzét, ezért felébresztették a vádirat szerint. De ez nem volt elég. Erről kérdezte a másodrendű vádlott védője az első rendőt a bírósági meghallgatásán. Az, hogy felszűntöttek, hogy adjon a pénzet, ez volt az oka annak, hogy elkezdték levetkőztetni? Maguk vetkőztették el, vagy önként vetkőztetni? Jó, kikutatták. A levetkőztetett férfit tovább alázták az utcán, táncoltatták, majd másra is kényszerítették. A földön kiszórt magukat madár eleséget találtak, amit meg akartak etettetni vele.
Hányszor vettek így fel a programokat, és tették a számára? Utána akkor ő is kellett lenni a maga? Mikor hagyták abba ezt az egészet? Ezt mondta az elsőrendű vádlott a bíró kértésére. Közben a telefonjukkal filmezték a történteket. A hajléktalan férfi ruháját átkutatták, és abban 3000 forintot találtak, amit eltettek. A sértettet többször megütötték, megrúgták, így kényszerítve őt, hogy tegye meg, amit mondanak neki. A két vádlott cselekménye a bűncselekmény elhárítására fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személysérelmére elkövetett rablás büntettének és könnyű testi sértés büntettének a megállapítására alkalmas. A minősített rablás büntetési tétele 5 évtől 10 évig terjedő szabadságvesztés. Ezt mondta a vádemelés után az ügyészség szóvivője. A bántalmazott hajléktalan korábban egy munkabalesetben jobb kezének 4 ujját elveszítette. Ez a fogyatékossága csak korlátozott védekezést tesz lehetővé. A bírósági tárgyaláson a vádlottak elmondták, hogy a bántalmazás megalázás során észlelték a csonkolt kézfejet. Erre még egyikük gúnyos megjegyzést is tett, de ittasságukra hivatkozva már nem emlékeztek, hogy szó szerint mit. Az ügy tárgyalása decemberben folytatódik a Pécsi járás bíróságon. Mint köztudott, a beiskolázás magas költségekkel jár. Nem minden család képes ezt előteremteni, főleg ha több gyermek is jár közülük iskolába. A Vöröskereszt Baranya vármegyei szervezete évek óta gondol rájuk, és augusztus vége felé a nagy bevásárló központokban gyűjtési akciót szervez. A hátrányos helyzetű családoknak osztották ki a nemrég gyűjtött tanszereket. Megérkezett a hátrányos helyzetű családokból néhány, akik most veszik át az iskola kezdéshez nélkülözhetetlen tanszercsomagokat a Vöröskereszt Baranya vármegyei szervezetének pécsi székhelyén. Az érintettek hálásan köszönik a támogatók segítségét. Mindezek nagy hiányt pótolnak számukra, hiszen ez nekik az anyagi nehézségeiken segít, gyermekeik pedig hozzájutnak azokhoz a felszerelési tárgyakhoz, amelyek az új tanév indulásánál szinte nélkülözhetetlenek. A tornacuccokat azt betudtuk, inkább a ruházatot, amit fontos nap találtunk inkább, ami most be tudtunk szerezni, és a többit így önök által még be tudtuk szerezni. Többször már előfordult, hogy a Vöröskereszt szólt, és akkor jöttünk csomagokért. Egy-kettőt sikerült, és ez a füzetcsomagokkor most nagyon jól jött nekünk. Inkább a ruházat, akkor a sportra jár a sport, felszerelés, meg ilyesmi. Tavaly 3800 darab tanszer jött össze a gyűjtésből az iskola kezdés időszakában. Ilyenek, mint füzet, radír, toll, nájlonborító, körző, vonalzó. Idén 5400 darab származik az augusztus végén történt gyűjtési akcióból, amelyet a Vöröskereszt Baranya vármegyei szervezete végzett a pécsi és vármegyei bevásárlóközpontokban. Számolt be a sikeres akcióról Udvaros Renáta, a szervezet vármegyei igazgatója. Másfélszer annyi adomány érkezett. Úgyhogy a tavalyinak körülbelül 2 millió forint volt az értéke, most ahogyan becsültük így a kollégák, ezt körülbelül ilyen 3 millió forint értékre becsültük. 550 adományozó tette ezt a kosarunkba, akinek köszönjük szépen. A múlt héten már kiosztásra kerültek ugye a területi irodáinknál, tehát Komlón, Szigetváron, Siklóson, Mohácson már kiosztották a kollégák a tanszereket, tanszercsomagokat. Az évfolyamoknak megfelelő füzetek, címkék, vonalzók, körzők voltak az összeállított csomagokban. Ami megmaradt, az egységesen készített csomagok tartalmából, azokat a bázisiskolákhoz juttatták el a szervezet munkatársai. Ők pedig ugye a napközis tanárokon keresztül mindig annak a diáknak adnak majd plusz elfogyott vagy megtelt kockás füzetet vagy vonalast, akinek éppen kell. Úgyhogy most jelen pillanatban 450 gyermeknek az iskola kezdését tudtuk ebben az évben támogatni, úgyhogy ezt köszönjük szépen a támogatóinknak. Az pedig, hogy jó helyre érkezik a segítség, biztos. A területi irodáink ugye a maguk ismeretségi körében a szociális irodákkal együtt működve kapták meg azoknak a családoknak a névsorát, akik rászorulók,
rászuló gyermekeket nevelnek. Ők megkapták már a múlt héten az iskola kezdés előtt a tanszereket, és most pedig ugye a mai nap az utolsó ilyen tanszerosztásunk, ahol itt a pécsi szociális irodáktól kapott névsorban szereplő gyerekek kapják meg. Az idei igencsak sikeres gyűjtés köszöni a Vöröskereszt Baranyavár megyei szervezete is minden jó szándékú támogatójának. Jubileumi 10. jótékonysági Rotary sárkányhajó versenyt szervezte meg a pécsi Rotary Klub Orfűn. A rendezvényből befolyó bevételt az ország második legnagyobb Rotary klubja, a pécsi Rotary ösztöndíj pályázat finanszírozására fordítja. A pályázat kiemelt célja a tehetséges és már sikereket elért pécsi középiskolás fiatalok támogatása. Az induló tanévre 3 cserediák érkezett a pécsi Rotary Klub szervezésében az orfűi sárkányhajó versenyre. 2 fiú Mexikóból, egy harmadik Brazíliából jött. Számukra teljesen új egy ilyen sárkányhajó verseny. Latin-amerikai temperamentumuk, jókedvük, somberójuk, pancsójuk színesítette a versenyt. Nagy lehetőség ez számomra, és boldog vagyok, hogy itt vagyok Magyarországon. Mexikói vagyok, és ennek a gyönyörű országnak szeretném bemutatni az én hazámat is. Továbbá meg szeretném tanulni a magyar nyelvet. Ez nagy kihívás nekem, mert nehéz, de bízom abban, hogy pár hónap múlva már jobban tudok beszélni magyarul. Ez a verseny is új dolog számomra, és közben a hazámat is képviselhetem. Wilhelm József a pécsi Rotary Klub elnökének megnyitója után a vendéglátó Orfű település nevében Füziné Kajdi Zita polgármester köszöntötte a résztvevőket. Az elnök hangsúlyozta, kifejezetten jótékonysági célra rendezik meg idén már 10. alkalommal a Rotary sárkányhajó versenyt. Az itt induló csapatok egy nevezési díjjal járulnak hozzá ennek a célnak a megvalósulásához. A cél pedig az, hogy minden évben kiírunk egy pályázatot, amelyre tehetséges, ám de anyagilag rászoruló fiatalok tudnak indulni, akik az élet valamilyen területén az átlagtól jobb teljesítményt tudtak már nyújtani. Tehát ez lett tanulmányi, sport, művészeti teljesítmény. Egy pályázati kiírás jelenik meg, ennek a keretében megfogalmazzák azokat az ismérveket, ami alapján lehet pályázni, és a pályázók, amikor benyújtották a pályázatot, akkor egy grémium, akiket a klubunk jelöl ki, az egy nagyon szigorú pontszám alapján kiválogatja azokat, akik támogatásra alkalmasak, és nyilvánvalóan a forrás nagyságrendjétől függően ez évente változó pályázót jelenthet, akik támogatásban részesülnek. Ezek az elején, amikor elindult 100-150 ezer forintos nagyságrend, vagy akár 250 ezer forintos nagyságrend, ez lehet különböző összeg is, amit elnyerhetnek attól függően, hogy mit jelölnek meg, hogy ebből a támogatásból mit szeretnének megvalósítani, illetőleg ez milyen formában tud hozzájárulni az ő további sikereikhez. Közel 300 fő gyűlt össze Orfűn, hogy jót tegyenek, miközben kipróbálnak egy igazi csapat vízisportot. 3 darab sárkányhajó indult, egyenként 10 fővel. Ők valamennyien eveznek, egyenbe a ritmusdobolja, hátul pedig van egy tapasztalt kormányos. Szabó László volt a főszervező, az eligazítása hasznos tudnivalókról való tájékoztatás volt az ő feladata. Hát ilyenkor, hogy a sárkányhajók ott legyenek a helyükön, arra le kell vinni 3x10 lapátot, a farkat, az orrot, a dobot, és nagyon sokszor van az, hogy kiderül ilyenkor, hogy hú, az egyik csapatból valaki lebetegedett, vagy valami közbejött, és nem tud jönni, hogy akkor legyen dobosuk, hogy a pótlást, az, melyik csapat az, aki esetleg többen jöttek, és vagy valaki fiatal, életerős fiú vagy lány, és akkor vállalja esetleg, hogy másik csapatban is evez. A jubileumi jótékonysági Rotary sárkányhajó verseny alkalmával mindenki nyert egy jó napot, egy jó érzést, hogy benevezésével jót tett. Önök Központ című közéleti magazinunkat látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!